Sziasztok! Tisza B'Av, Ávó 9-e mai nap, azaz zsidó napta legszomorúbb napja, mert 70-ben ekkor rombolt le a jeruzsálemi szentély. Ez a nap eltér este és délelőtt az egy rész, és délután másik rész. Este és délelőtt alacsony széken ülünk gyászban és böjtben, mondunk a Éhát, a síralma könyvét, vagy a kínotat, a síralmas énekeket, nem is veszünk fel tfilint a reggeli imához, mert a tfilin az egy ékszer, egy dísz a zsidó népnek, és ilyen nap nem illik, hogy legyen dísz. Délután változik, a böjt tart estig, de már lehet normál széken ülni, a délután imában már pótolunk a tfilint, és már és a kínotot is csak délig mondjuk. Felmerül a kérdés, mi a különbség a délelőtt és a délután között. Annál is inkább, mert a Talmud azt mondta, valójában, a gyakorlatban délután gyújtattak fel a szentét, és az este is másnap leégett. Akkor miért délelőtt és este, és előző este a szigorúbb őt? A válasz erre az, hogy olvassunk a Zsoltárok könyvében 79. fejezet, Mizmor la Asaf, Asaf éneke, Elokim bau goyim benachalatecha. Isten, pogányok hatoltak be örökségedbe, meggyaláztak szent hajlékodat. Felteszi a kérdés a Midrás, a szentély lerombolásáról mondja, Asaf éneke? Mit énekel itt? Erre azt válaszol a Midrás, hogy amikor az örökkévaló akarta megbüntetni a zsidó népet, mert vétkeztek fel, mert a kérdés, a zsidó népet fogja megbüntetni és elpusztítani, vagy a szentét. És a végén, Safachamato aleicim valavanim, az Isten kiöntette a haragját a kövekre és a fára, és megmentette a népet. És ezért mondja Mizmor l'Asaf, Asaf éneke, hogy amikor megbüntette, nagyon-nagyon fájdalmas, de szentén lerombolt, de legalább ez biztosította, hogy a nép meg fog maradni. Este és délelőtt, akkor még mindig ott volt a kérdés, hogy hova megy a pusztulás. A zsidó nép el fog pusztulni, vagy a szentély. Délután, amikor meggyújtottak a szentélyt, akkor kiderült, hogy az Isten azt mondta a zsidó népet, mindenképpen, minden körülmények között meg fogja őrizni, és meg fognak maradni. És ezért a legnagyobb gyász az este és délelőtt, amikor még a zsidó népnek a pusztulása kérdése felmerült, délután egy kicsivel könnyebb. De a bőt az estig tart, 21 óra 12 percig, mindenkinek könnyű bőtöt kívánok, és reméljünk és kívánok, hogy minél előbb jöjjön el a Mesiás, és épülje fel a szentély. Amen.